Egy. Élőben vagyunk, Pegókám. Hokedli stúdió, élő. Rostás Pegó Zsolt, jubilómi 25. adás. Te vagy a sztár vendég, te vagy a különleges vendég, Pegókám. Légy szíves, köszönsd a nézőket néhány mondatban. Te jössz. Én is nagyon örülök, ugyanúgy, ahogy gondolom, te mondtad, hogy itt vagy, és tök köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. És hát igen, akik nem ismerik Pegót, azok most nagyon meglepődtek valószínűleg ezen, ahogy ő beszél. Pegót úgy lehet legegyszerűbben elmondani, hogy Kalocsa legismertebb embere, aki Süket Néma hátránnyal küzd a többi emberhez képest, Süket Néma, és ezért beszél így, nem hallja, amit mondunk, de szájról nagyon jól olvas, és nagyon értékes tagja a kalocsai közösségnek, és úgy gondoltam, hogy a 25. jubileumi adás csak ő lehet, senki más, és nagyon örülök, hogy eljött, és hát az ő barátai, meg segítői, meg sportbarátai, meg mindenféle ember, aki szereti őt, az ő segítségével próbálom elmondani az ő történetét ebben a sztoriban, úgy, hogy közben magáról a Hokedi stúdióról is beszélni fogunk. Pegó nagyon gyorsan kiszúrta, hogy ugye ez a Hokedli, ez nem egy jó dolog, mivel hogy alacsony, de hát Pegókám, ez a neve, hogy Hokedli stúdió, ő már egy asztalt javasolt volna, és így eltüntettük volna mindkettőnk hasát, de sajnos ez most már így marad, mert ez a neve, hogy Hokedli stúdió. Mi az, ami nagyon fontos Pegóval kapcsolatban, amit el kellene mondani? A legfontosabb az, hogy sajnos Pegó hátrányos helyzetből indította az életét, viszont nagyon szerencsés csillagzat alatt született, hogyha úgy nézzük, mert olyan emberekre akadt, akik segítettek rajta, és azóta is teljes értékűként tudja élni az életét. Az egyik nagyon fontos személy az ő életében, Juhász Tóni bácsi, aki egy videóüzenetben most azoknak az embereknek, akik nem ismerik annyira Pegó történetét, azoknak egy videóüzenetben most el fogja mondani, hogy mit kell tudni Pegóról, és hogyan kell hozzáállni. Úgyhogy ezt a videót nézzétek meg, legyetek szívesek a következő pár percben, és ha nem vagytok képbe Pegóból, akkor nagyon gyorsan képbe lesztek benne. A Pegónak a gyámja, hogy hogyan került ilyen helyzetbe Tóni bácsi, hogy a Pegónak a gyámja. Hát a Pegó helyzete úgy alakult, hogy ők a Gödrök soron laktak, a szüleivé. Az édesanyja velem egy idős, úgy hitták, hogy Virág Gizella. Aztán ott, mivel én voltam a legkisebb az építéshoz, kiküldtek, hogy a házakat mérjék. Mert a polgármester is hivatalban dolgozott, hogy akkor tanácsnál Tóni bácsi, és maga volt a kiszálló ember. Ja. És akkor kimentem, egy szoba konyha volt, és ebben lakott a Rostás család. A szülők, a Pegó, a Puga, még talán volt még egy testvére, azt nem láttam, és omladozó házuk. Ott főmértem a házat, és akkor ezért a házért a város adott egy csökkent igényű családi házat a milyen utca, Vízmű és a Maromszög utca sarkáló, most is a Pegó. Aha. A szoba konyha volt, fürdőszoba WC-vel, mert egy magyartól vettük meg, és ezt a házat lebontottuk, és a telek ott maradt a városnak. Tehát szinte szőrt-szőrre elcseréltük. És a Pegó akkor volt már nem volt olyan kicsi, de na innen kezdődik az én kapcsolatom a Pegóval, hogy akkor a Pegónak intéztem minden szírszart kellett intézni, és akkor ahogy nőtt, oda, ugye a családhoz közel került. Már magukhoz? Ja. És akkor ugye a kézlabdához odavittem néha, segített dolgozni,
és akkor tanítottam beszélni, sőt, majd megmutatom a nevét, hogy Rostvár Zsolt gyönyörűen leírja. Na! Ittól átveszi a kap pénzt azért, hogy nem tud beszélni, meg nem hal. És gondolj, 5 évente elviszem a bírósághoz, a gyámügy kiadja, hogy felül kell vizsgálni, hogy nem hal, nem beszél 5 évente. Mert hogy hát, ha vissza 5 évente a hallásra. Ja, és akkor gondolj, ügyvédet kirendelnek hivatalban, a bíróság tárgyalja, a pszichológus csinál egy szakvéleményt, hogy mennyi az IQ-ja, belír a szakvélemény x 10 000 forintért, és akkor a Pego most 5 évig megint nem tud beszélni, megint nem hal, és ez 5 évente meg kell csinálni, nem érdekes, de azért valahol fejre áll az ész, én azt mondom. És akkor Pegónak munkahelyt szereztem, mert sok minden, mire úgy eljött a szegény Pego, különben a tiszta gyerek a szobáját meg lehet nézni, értelmes. Meg tud mindent jegyezni. Azt, hogy mondta, hogy munkahelyet szereztek neki, ő ugye, mert ugye nézni fogják a műsort olyan emberek, akik nem kalocsaiak, mert kalocsán mindenki ismeri Pegót. Ő az exkluzív szemétszedője a városnak, legfrekventáltabb részeket, ő tartja rendben. Így van, a fő utcán egész a Tescoig, és ismeri az egész város, tiszteli ráadásul, mert a Pegót nem lehet köszönésben megelőzni. Hát biztos. És tud mindenkiről mindent. Mindenkiről mindent tud. Süket, néma kéleszében, de itt a Bortékában ugye 2 naponta jár, most mentem, mert mérem a vérnyomását. Miért kell mérni a vérnyomását? Hát már 230 volt vérnyomás. Kaja? Nem, hanem a milyen üzemorvosnál ugye el kell nekik menni, és a Pegó késít, és főszalt az első emelete. Garamszegi, ez üzemorvos. Persze, hogy főment a vérnyomásra, 230-ra. Hívott a garam, hogy autóni, baj van a Pegó. Micsoda, Laci? Akkor elvittük a bíróhoz, ugye, elmentem érte, és akkor a bírót megvizsgál, akkor már csak 210 volt, írt orvosságot, kétfajtát, és akkor egyet reggel kezdhetni egyet, arra rá van rajzolva hold, amit nappal kettőt, arra nap van rárajzolva. De azért egy 2 sört megijattak vele majd a műsor. 2 maximum. Jó van. Na és akkor te talpig becsületes, rábízhatsz, segítőkész, bárkinek ki szoktam ajánlani, fát hordani. Hát az egész város ismeri. Hihetetlen. Igen. Úgy, és nem akarom kivenni, de már még a beszélgetés előtt Tóni bácsi úgy fogalmazott, hogy egy üde színfoltja a városnak. Így van. Mindig voltak a városnak üde színfoltjai, egy gyerek gimnazista korom volt a Jacika, meg Béla, na mindegy, most azon a szinten voltak a Pegó, egy eltársadalom, egy elfogadott ember. Befogadta a város, sőt, tett magáról, mert tisztelettudó, megadja munkáját, elvégzi, tehát nem az, hogy ki van adva és nem csinálja, ő becsülette, elvégzi a munkáját. És akkor nagyon-nagyon rendes. A pénzén megveszi a ruháját, a cipőit, a tisztálkodási csomagot szárítja, hát én sokszor megyek hozzá, úgyhogy nem jelentem be, tehát a szobájában rend van. Biciklit javítjuk neki, mert 130 kiló, mindig kilukad a belsője. 130 kiló? Ja. És megszokott családi rendezvényeken is jelenni magukat. Te fejből tudja, hogy mikor van a nejennek a névnapja, a születésnapja. Most a Péternek volt a névnapja, ugye Péter. Nem mondta neki senki. Hozta nagy tálca süteményt, Péternek egy nyaláv sört, de a Gábor, hogy bármelyikünk vagy velem is itt ezt a díszüvegeket, hogy születés, na nézd meg. Nagyon-nagyon rendes gyerek, nagyon rendes. Úgyhogy köszönöm. Örülök, hogy tudok rajta segíteni, és megvédem mindenki előtt, mert volt olyan szitu, hogy azt mondták, hogy a Pegó nem kell a kommunálisnak, és akkor, na, akkor volt bajba, és akkor úgy megmaradt szegényke, de mondom, gyerekek, volna szívetek ezt az embert kirakni az utcára. A legjobb munkás. Egyedül elmondások szerint a szociális bakot, ahol dolgozik, ő használja. Már hogy zuhanyzó munka után. Igen, zuhanyzó. Képzeld el. Ide jön, nemhogy illatos, rendesen tiszta szaga van, nem tudom milyen sampont használ. Nagyon-nagyon rendes, úgyhogy tisztelni, becsülni kell, és ráadásul a város segíti, ruhákkal segítjük, bútorokkal. Most megint kell vinnek egy ruhás szekrény, mert összetört, vagy nem tudom, mit csinált. Nem ilyen régi gyerekbútor volt, tudod, ilyen vékony. A Pegó oda berakja, leszakadt a póc, minden, de már van 2-3 jelentkező. Hogy na, sokszor miért, hogy Tóni, nem kell a Pegónak valami?
hát akkor a Nessának a haverja akkor ilyen XXL-es jackiket adott neki, de márkás jackik. Akkor drogoznak ott a gyerekkel a malomszögbe, a fiatalok, 90%-ú drogfüggő, és éjjel betörtek hozzá, elvitték a nagykabátjaik képzelni. Az igen. Éjjel. Hát, az nem jó. És nem is nézi jó szemmel ott a környezete, a Pegó tudott, hogy a civil társadalom így befogadta. Jó, de ő tett érte. Hát ő, igen, lehetett volna csibész, meg munkakerül, de meg ugye fiatalon még a Neszár is főkarolta, mi is főkaroltuk, munkát is adtunk neki, kap ezt tőlünk, azt kap, sok mindent kap, de hát megérdemli, mert hát végül egy főutcami rédér van már a süteménytől kezdve minden hétszentség a kosárban, akkor a hugának van két gyereke, azokat eteti. Szóval, hát egyszer beteg volt a kiskölyök, az unoka, öccse, jött a Pegó ide sírva, hogy elvitték kórházba, képzeld, hogy a kiskölyöket elvitték, mert a fülét fő kellett nyitni. Tehát egy nagyon érzékeny gyerek. Valamikor elsír, amikor rákiabálok, akkor elkezd pityeregni. Mert tudod, itt elmondom neki, mit kell csinálni, elkezd hőbörögni, meg a pénzt ők számolom el. Mondom, ezt miért vetted? Rakás kaját, érted? De hát vissza a két kis kölyöknek. Ja, értem. A kínaiba öltözik, tudod, vannak ilyen méretű gaják, állítólag, de hozzá ide mutatja a címkét, hogy mindent megvesz magának. Minden héten az uszodában van. Ja, igen, igen. Ja. Hát meg főkaróta a sporttársadalom is, a kézlabdások. Foci pályán is ott van mindig. Hát a kézlabdások már az egész környék városa ismeri. Mondták a fiúk. De a busza megy, nagyon-nagyon rendes gyerek. Tomi bácsi, köszönöm. Nagyon szívesen. Köszönöm, a Pegó majd látni fogja ezt az interjút. Reméljük, hogy még sokáig tudunk róla beszélni. Igen. Testvérem, szereted Tóni bácsit? Tóni bácsi, szereted? Te. Mondta, hogy te vagy a legjobb melós. Micsoda? A galabáról, a felsorolásokat nem értem, testvérem. Azt mondja, hogy meg kell mérni a vérnyomásod. Két naponta meg kell mérni a vérnyomásod. Szedsz gyógyszer. Azt mondta, hogy csak két sört ihatsz. Egyet reggel, egyet este. Azt mondja, figyelj, azt mondja, hogy 130 kiló vagy. 130 kiló vagy. Nagy darab vagy. A biciklid kilukad mindig. Figyelj már, Tóni bácsi, szeret téged. Szeret? Ja, most te beszélsz. Oké. Aki tudja a Pegót, amit mondani fog, az írja le kommentbe. Szerintem én nem vagyok jó tolmács. Figyelek. Szerintem arról beszél, hogy Tóni bácsit mennyire szereti. Arról beszélsz? Figyelj már, minden nap dolgozol. Viszed a szemetet, szedd ki a szemetet. Szeretsz dolgozni? 6-kor kezd. 2-ig dolgozol. Az összes jó helyen teszed el a szemetet. Különben sok a szemét az önkormányzatnál? Utána meg frankó megfürdesz. Belövöd a hajad, megborotválkozol. Elmész Tóni bácsihoz.
Megnézed a csajokat. Megnézed a csajokat. Jó csajok szemetelnek? Ebéd, kávé. Aztán szoktál menni úszodába, azt mondja Tóni bácsi. Meleg vizesbe mész. Azt egy sör, iszó után. Én is különben mindig. Ott tartottunk, hogy vérnyomásmérés. Gyógyszerek. Fogyni kéne, testvérem. Ez mit jelent? 6-7 kilót fogysz? Óránként vagy hetente? Vannak neked más barátaid is. Neked mindenki a barátod, Kalocsán. Téged mindenki ismer. Mindenki szeret. Mi a titka? Azt mondta Tóni bácsi, hogy te mindig köszönsz. Mindenkinek köszönsz. Miért? Figyelek, mondjad. Mindenkinek köszönsz. Fontos dolog köszönni mindenkinek, gondolom ezt mondod. Egy, kettő, három emberek is. Mindenkinek köszönsz, ötszörösen adják vissza. Van neked egy másik... Ezt most nem értettem. Papaja. Ő segít neked a Tóni bácsi a papír munkába. Ő intézi a papírügyeket. Minden ugye van intézve, jobbra és balra is. Figyelj, van neked egy másik nagyon jó barátod, aki gyerekkorod óta ismer. Mutathatom? Mutatom a következő barátodat, hogyha úgy gondolja a gép. Hogy Neszár Tibi a Pegónak az egyik nagy pártfogója, barátja, hogyan fogalmaznád? Hát, barátok. Honnan az ismeretség? Az ismeretség, hát ő édesanyáméknak szemben lakott. És akkor én már gyere születése óta ismerem. Születése kora óta ismerem. És? Mi? Összehaverkodtál hát, vele? Hát, oda hozzánk, persze. Ja, akkor anyámék hozul. De nagy értéke van a Pegónak, megérzi, hogy hol szeretik őt. Jó érzéke van. És akkor én úgy tudom, hogy szokott hozzád, hozzátok el szokott jönni. Rendszeres. Rendszeres. Itt az asztalnál mondjuk a családi ebédne, itt ül Pegó. Igen. Általában díszvendég. Igen? Kertész. Van kertész? Mert ő? Ja. Hát ő vágja nálam elég sűrűn a füvet. Ja, hallottam, hogy melót is szoktál neki adni. Ez a füvágás, ez az összmunkája. Aha. Ez a felelős érte. Melyik a kedvenc kajája a Rostás Zsoltnak? A nejem örül neki, mert az nem válogat. Ami van, mindent bele. És a sport szeretet, mert te is nagy sportrajongó vagy, meg a Pegó is. A sport szeretet, szereti a kézilabdásokat. Nagyon nagy, meg a foci. Hát, sport szeretet. Aha. Ha valami sztorid esetleg, ami eszedbe jut Pegó a kapcsolat. Rengeteg van, amit a 40 pár év alatt rengeteg. De ti majdnem egy idősek vagytok? Nem, a Pegó az 75-ös. Aha. 9 év van köztünk. Aha. Kiváló, kiváló. De tényleg, hogyha eszedbe jut valami történt, nyugodtan hozd be. Hát rengeteg van. Annyi hülyeség volt már szőlőkben is anyám. Hát ott napi vendég volt ott is ugyanúgy, mint itt. Aha. Ja. De azért érdekes, nem, hogy mondjuk a fogyatékosság ellenére az egyik... Hát bár minden ember olyan volna, ez a kisebbség mindő. Aha. Azt írtam ki a Facebookra, hogy a legismertebb kalocsai ember. Egyik, biztos. Mindenkit ismer, és mindenkiről mindent tud. Hírmondó. Süketném a létére, hírmondó. Na hát oda, Tibi. Tibi azt mondja, hogy te mindent látsz. Mindent látsz a városba.
Mindent tudsz. Mondjál el valami olyat, amit senki nem tud még várni. A friss info. Ma mennyi volt a meccs? Mennyi lett a kalocsa meccs? Foci meccs. 3-1. Ezt most nem értem, testvérem. Fociról beszél? Ne haragudj. Nem, nincs meg. Nem figyelek eléggé. A meccsről beszéljünk. Most szombaton. Kalocsa meccs. Mennyi lett? Ott volt a Tibi is. Mennyi lett? Kacska Józsi. Ezt a kaját meséled? Vandi bácsi főzött kaját a focistáknak. És te is ettél? Miért? Nem focisztál? Te minden foci, meg kézilabda meccsen eszel iszol. De szoktál dolgozni is. Feltörlöd a pályát. Te vagy az biztonsági. Oké, figyelj. Kézilabda. Melyik? Férfi vagy a női? Melyiket szereted jobban? Férfit? Miért? Csajok még alacsony színvonalon vannak? A férfiak magasabb szinten vannak. Harmadik? Mirek? A csajok harmadikak lettek? Jan, Final Four-ba játszottak. Ki? Nem tudom. Kézilabdás. Ki az? Nem tudom. Az edző? A Kolics? Ez egy jó edző. Most már otthagyta a csajokat, csak a férfiakra koncentrál újra. Te miért nem kézilabdázó? Te? Mit csinálsz? Te nem kézilabdázol. Neked más dolgod van. Figyelj, akkor most térjünk át a kézilabdás barátokra. Nem csak kézilabdás barátok, hanem majdnem testvérek is. Lehet, majd utána elmondom, elindítjuk, jó? Szia. Ez vagy most már ne? Igen. Hartmann János, Juhász Gabi, kézilabda, de nem a kézilabda miatt vagytok itt, hanem Rostás Pegó Zsolt miatt, aki az esti műsorban szerepelni fog. Mi jut eszetekbe, ha azt mondom, hogy Pegó? Keszteni családtag. Jó szándékú, jó lelkű, segítőkész mindenkinek a rendelkezésre áll, és egy nagyon nagy barát. Egy idős veled, családi szálak is vannak a dologban, majdnem családi szálak. Hát ez csak majdnem családi szál, ez tény és való, hiszen ugye édesapám a idézőles gyámja és pártfogoltja, és ugye ő az, aki intézi az ügyeit, illetve hozzáragaszkodik a legjobban. Illetve azért megemlíteni még Neszártúli barátunkat, aki szintén szívén viseli Pegó sorsát. És hát ugye a másik nagy családja Pegónak az a kézilabda. És azért... És a futball, és a mindenféle sportág, hiszen megjelenik, ott van, szurkol, lelkes, utazik, bármit megtesz. Segít. Segít. Ha kell, van. Rendező. Így van. És hogyha kell, akkor Nyíregyházára utazik a kézilabda csapattal, és ha nem viszik a Nyíregyházára, az ottani szurkolók keresik. Tehát ez... Tényleg? Konkrétan így szóval van, de nagyon sok, igen. Nagyon sok városban így van. Nagyatánom már megsértődtek. Tehát, hogy nem ő volt az első, aki leszállt a buszról. Ő volt az első, akit nagyatádon kerestek a hazai szurkolók, hihetetlen. Hát közösségi ember. Tehát ő azzal a handicappel, amivel van, én úgy gondolom, hogy a legjobb példa talán a hátrányos helyzetű emberek, vagy úgy mondom, emberek részére, mert ő tényleg egy kiemelkedő példa, hogy igenis be lehet illeszkedni ilyen körülmények között, és nyilván ez két irányú kell, befogadó készség kell azt, hogy ő ilyen legyen. Én nem hinném, hogy bárki ne szeretettel beszélni róla. Hol szokott Pego előfordulni a városba? Hol lehet megtalálni?
tudom, hogy van egy közös vendéglátóipari egység, ahol a juhász testvérek is... És nem fordulnak meg, igen. Tehát ha csak a ebédszünetemre megyek vissza a gyermek otthonba, biztos vagy benne, hogy által mögött megjelenik, de reggel ugyanígy, vagy akár a általad említett Hajasbaba kocsma, ez itt a reklámhelye, is megtalálható, de szerintem a sportpálya környékén bármelyik egységben is megtalálható, de nyilván nem azért, hogy ő most halálra iszta magát, de nem. Hanem csak beszélget, tájékozódik, információkat szeret, és információkat ad át. Hihetetlen. Persze, aki beszéli ezt a nyelvet, hiszen igen. A világon nem sokan beszélik ezt a nyelvet, amit Pegó beszél, de egyébként meg lehet érte. Hány százalékban ért ez Pegóul? Azért százban nem. Százban. Ekkora arcunk nincsen. 100%-ban szerintem az öcsém érti. Igen, a Peti a 100. A Peti a 100. Szerintem mi a Gábor olyan 99. Peti amúgy is egy kicsit más, nem? Jó. Igen, ezt... Igen. Már hogy Peti, a kommunikáció... Peti sokkal többet töltött régen is vele itt. Meg jobb kommunikátor a Peti, nem? Ezt tudjuk kézilabda meccsek nyilatkozataiból is, nem? Igen. Tudod, hogy az eltiltásokból. Átérvéssel beszél. Igen, tehát ő azért közelebb áll a Pegóhoz, nyilván. Akkor lehet, hogy őt is megkeresem. Mindenképpen. Péter nélkül ezt nem lehet. Igen. Jó. Tehát ő akkor a kapos szerintem mindiket a nőnival összesen. Akkor a következő a Péter lesz. Köszönöm. Jó választás. Köszönöm. Köszönöm. Pegó, újra itt vagyunk, testvérem. Figyelj, annyit el kell mondani a nézőknek, aztán te jössz, hogy a jobb oldalon ülő juhász Gábor, az a juhász Tóni bácsinak a fia, aki ott egy álmod, aki téged fölkarolt, és van még egy öccse, a juhász Gabi, és a család tradicionális kézilabda család, az apuka és a két fia is NB1-be, apuka lehet, hogy nem játszott NB1-be, de a két fia azok NB1-es Dunafer és Kiskörös játékosok voltak, és így kerültél a kézilabda köré, úgyhogy Hartman János, aki a bal oldalon ült, meg a kézilabda csapatnak az elnöke, aki szerepelt már itt nálam a műsorban, és egy nagyon szép rekord nézettséget ért el. Mit szólsz ehhez a két figurához? Jani, Gabi. Szereted őket? Szereted őket? Ő a Jani. Ő a Jani. Ő meg a Gabi. Meg a Petász, az fejlegség. Kutyaütő. Kisgyerek. Baba. Az a Tóni bácsi a baba. És mi van? Mi ez? Ez mi ez a csaj? Petász csajok után megy mindig. A Gabi, az komoly. Eszik, úszik. Csak a család. Semmilyen irányban nem néz ki. Jani, és a Jani, az milyen gyerek? Az milyen gyerek? Jani. Komoly? Azért lett elnök, nem? Túl sok az ember a kézilabdán, mindenki mást akar. De a Petek? Peti? Valami komolyat akarsz mondani? Befogom. Oké, te jössz. Hármójuk közé. Jani, Peti, Gabi. Melyiket szereted a legjobban? Melyiket szereted a legjobban? Petárkot? Bocsánat, belepofázok. Bocs. Mindenki mérsékelten, mindenkit mérsékelten szeretsz. Figyelek. A torna sorba Peti volt a legalacsonyabb. A Gabi volt a legmagasabb. Te mindenkit kéz a kézbe támogatod. Tudod mit? Jöjjön a Peti. Oké? Okay?
Vagy a Pego legjobb tolmácsa. Ez így igaz. Ahogy kérdezed. Néha én is belebonyolódok, de így van. Ez jól lesz. Ha elakadok a műsorba, akkor bejössz, kisegítek? Persze, nyugodtan. Látom, majd megvan a kezdés hozzá. De mégis az első, hogy emlékszel rá? Még mikor ismerkedtél meg vele? Vagy? Én még nagyon kicsi voltam. Én megmondom őszintén, abban az időben én féltem tőle, amikor egyszer édesapám ugye az hozta, vagy eljött hozzá. De mi gyerekként elhoztak? Gyerekként persze. Hát én még jobban gyerek voltam, ugye a Pego az jóval ősebb tőlem. Én akkor, megmondom őszintén, akkor féltem tőle, de szerint elbújtam a szobámba kis koromba. Amikor édesapám összehozott, és onnantól kezdve ugye sokat volt ugye nálunk, meg ugye mentünk én is apámmal hozzá, és akkor így összemevertem az a végül is. De azon csodálkozom, hogy ő próbálkozott mondjuk a Pego kézilabdával? Vagy a család mindenki kézizik, akkor gondolom vittetek magatokkal? Nem, edzéseken nagyon ritkán lejött, tudod, akkor ott hülyeskedtünk vele, tehát nem ő, nem. Ott van. Tehát a labdaérzéke az nulla, de különben is csak ott jön mindjárt, de hozzánk már biciklivel jön is. Úgyse tudja, hogy jól van. Itt a telefonon. Igen? Van telefonja? Nem. Szerintem. Már nincs. Nincs, már nincs, de volt neki. Egyszer vettünk neki, de hát az kár volt, mert ugye hívogatott minket 5 percenként, tehát. A tiszta piros, nem fekete. Nem tudja még, hogy jön. Nem? Nem. Nem gyengye kell neki magyarázni. Legjobb sztori? Jut eszedbe valami sztori? Hát rengeteg volt. Rengeteg. Például Szilveszterkó, ugye, hogy nem is tudom, hol voltunk Szilveszterkó, de így voltunk így haverok, ugye, akkor én is már elég jó álltam, és akkor kipróbáltuk a kapuszni és pulcsiba, ja, Stellában voltunk kapuszni és pulcsiba, és ugye mondom, hogy három petárát összekötöttem bele a kapusznomba. Hát ő ugyanúgy beszélt folyamatosan, de elrúgtak a petárát. Mert ez szegény nem hallja. Persze semmi, és akkor csak annyit vettünk észre, hogy a lángolt már, vagy begyulladt neki a kapuszni, tehát ennyi volt. Kösz. Pego. Peti azt a történetet mesélte, Szilveszter. Iválszott. Pulóverbe voltál, kapucniba. Ide betette a petárdát. Mesélde. Ittatok? Ki az? Szemüveges csaj volt a pultos. A Gabinak a felesége. Nem fociztál, mert magas volt a vérnyomásod. Halabány. Az mi? Halabány. Sör, korsó sör. Na mindegy, és te rakták a kapusznidat Petárdába. Ki az? Hát ez nem tudom, valami dobos lehet valószínűleg. Szilveszteri buli volt. Azt el tudom képzelni, hogy ki. Csap, ment a sörcsapulása, hosszú egy csajnak. És akkor ennyi a szilveszteri buli? Ittatok meg, teliraktak téged petárdával, juhász gyerekek. Figyelj! Nem tudom, ki az. Szemüveges hosszú, hogy... Tudnom kéne? Bocs. Igen. Fölírták a rendőrök? Le kellett vágni a haját. Pego. Figyelj, annak ellenére, hogy ez úgy néz ki, mint hogyha szivatnának téged a juhászok, családtag vagy, hozzájuk ezt családi ebédekre, vagy ha nem, akkor Neszárti Békhez jársz, azt mondja a felesége, hogy amit eléd tesz, azt megeszel, nagyon hálás vendég vagy. És ezek az emberek szeretnek téged
szívből szeretlek téged. Amikor 40 éves voltál, te, akkor csináltak neked egy bulit. Most 43 vagy. 3 évvel ezelőtt csináltak neked egy szülinapi bulit. Testvérem, 40. születésnap, kapsz egy kabátot. Mi lett a kabát sorsa? Negyvenezer forint volt a kabát. Hazamentél. Ellopták a kabátot. Be volt zárva. Kik lopták el? Felhívta a rendőrséget. Kirepültek? Mindenki szemüveges, kacsán? Kézilabdás szemüveges. Ki a szvétek? Mindenki oda ment rendetre. De nem lett meg a kabát. Nem lett meg, tudom, hogy nem lett meg. Mindenki fizetett. Testvérem. Jó van, hiszek neked. Megnézzük a kommenteket, mit írkának az emberek. Azt írja Gabi. Azt írja Juhász Gabi, hogy nem egy sztorit beszélünk. Ez így van. Én azt hittem, hogy értelek. Az a Gabi, nem? A magas. Szvétek. Szvétek Kalocsa legjobb kézilabdázója. Volt. Most is az. Ígyunk, testvérem, az Anti, vagy a Tóni bácsi megengedélyezett két sör.
Pihenjünk, annyit beszéltünk már. Örülök, hogy eljöttél. 25. Hokedli stúdió jubilami műsor. Köszi. Figyelj, mi vagyunk a képbe, és beszélünk a műsorra egy kicsit. 25. Most. Ebből a műsorból. Te vagy a sztár vendég. Jó az. Jó, 24 volt ezelőtt, igen. Igen. Szóval. Te vagy a sztár vendég. Mindenkit ismersz. Pegó, mindenki szeret téged, mindenki írja. Tudtad mi? A Norbi, a Madai Norbi is írja. Nem tudod ki az? Most nem nézzük meg, mert elmegy az adás. Figyelj, voltak itt emberek a műsorban. Te mindenkit ismersz Kalocsán, úgyhogy néhány arcot kigyűjtöttem neked, és te majd mondani fogsz róluk, mert úgyis tudod, hogy kik ők, mondani fogsz róluk néhány titkot. Tudod ki? Tudod ki? A német Józsi. Kalocsa paprika királya. Sütfőz. 50 éve. Ettél már, amit ő főzött? Jó kaja? Több bográcsba főzi. Az ki? Motoros. Nem tudom. Józsi fia? Na mindegy. A Józsi itt a paprika király. Ebbe egyetértünk? Ő itt a... paprika, és ez mi? Szeretjük Józsit? Szeretjük Józsit? Jó kajákat főz, nem? Te szereted Józsit? Igen, figyelek. Ezt az embert ismered-e? Tízezres nézettséget hozott Hartmann Jani. Őszinte, nyílt, jövőbe látó fiatalember. Ő az elnöke a Kalocsai Kézilabda Klubnak. Sokat segítettél neki, hogy eljusson ő idáig. Kajákat is intéz? Petár. Ha ő nem lenne kézilabda. De ha juhász gyerekek nem lennének, akkor csapat nem lenne. Együtt működik ez a dolog. Oda-vissza működik. Mikrofonban van, nem értik. A csaja is kézilabdázik. Ramona. Jó csaj. Mi? Ja, fia. A fia is kézilabdázik. Ez a Hartmannék, nem a juhászék, nem mindenki kézilabdázik. A fia. Ez nincs meg, testvérem. Elmondod? Lassan mondjad, hogy megértsem. Ennyi. Te bárkinek föltörlöd a padlót, a kézilabdáról van szó. Te csináld a dolgodat, lesz kajapia. Nagyon jó vagy, Pego, hallod?
Csak a hangunkat. Csak a hangunkat hallják közben, meg hát itt egymás szájáról próbálunk olvasni, testvérem. Nagyon jó, hogy itt vagy. 25. Hokedli Stúdió jubilami adás, Rostás Pegó Zsolta. Eljössz máskor is? Lesz 50. is, hogyha megérjük. Akkor jobb leszek már belőled, hidd el. Figyelj, mutatok még egy arcot. Ez az ember, akit most mutatni fogok, ez lehet, hogy neked majd a főnököd lesz. Ez csak? Tudod ki az? Tudod ki az? Várjál. Várjál. Igen? Sokan nézik. Gondold meg, mit mondasz. Figyelek. Figyelek. Jó? Bagó Zoli. Összetűzésbe került még annak idején a másik politikai irányokkal. Valami aláírás dolog volt. Lehallgatós ügy? Lehallgatták az Zolit. Újságcikk lett és lapátra került. Egy csaj? Azt nem tudom, hogy van egy sztoriba. Mindenki benne volt az ügyben. Fotó, tévé, nagy hajcél volt. Kiderült, hogy nem az olyat csinálta. Lehallgatták. Le volt fizetve, mindenki le volt hallgatva. Egészen Brüsszelig ment. Most tudod, hogy visszajön. És lehet, hogy a te főnököd lesz. Figyelj, ugye, 1, 2, 3 polgármester volt a főnököd. Melyik volt a legjobb? Van a Bajusz, Török Feri, meg a most az öreg. Melyik a legjobb? Melyik, figyelj, melyik név volt több, a legtöbb szemét? Mindenkivel jóba vagy. Így kezd csinálni, nem? Ez csak egy meló. Mindenki megköszönte a munkádat, oda mész, megcsinálod a melót, pártól függetlenül, polgármestertől függetlenül, ez kész. Tisztaság van a fő útvonalakon, ahol te dolgozol. Így kezd csinálni, nem? Jó, nézzünk akkor egy másik képet. Ezek mind szerepeltek nálam a műsorban, és fontosnak gondoltam, hogy mondjál róluk néhány szót. Most egy nehezebb lesz. Figyeled, kit fogtam ki? Egy nagyon fontos ember volt az adásban. Ismered? Az Alföldi Berci. A lánya, a Babett. Kézilabdázó, női, legjobb női kézilabdázó, és a Berci Kalocsán volt edző. Foci edző. Amikor én ott fociztam. Tényleg? Még az én gólomról nem is meséltél. Amikor én rúgtam egy nagy... Az később? Ez mi? A lánya 50 góldoba. A Babett. Micsoda? Na mindegy, a lényeg az, hogy a Berci, képzeld el, hogy a műsorban nagyon sokan nézték, arról beszélt, hogy levágták szegénynek a lábát, ugye? Levágták a lábát, és mégis, figyelj, és mégis akkor találta meg önmagát. Te beszélsz, oké, bocs. Te vagy a vendég. Jó.
Nem balhézott a kacskával. A Berci mindenkivel jó van. Az én gólomat meséled, amikor én lőttem egy gólt. Te voltál a biztonsági, kiszakadt a háló, és fölborított. Jó, nem így volt, de lehetett volna is. Légzsák kellett hozzá, hogy visszaadjunk. Hatvanegyen nézik a műsort. Rekord, testvérem, az egyik rekord. Petász nézi, meg az Alföldi Berci is nézi. Mindenki nézi. Mindenki kíváncsi, mindenki szeret téged. Mindenki téged szeret. Te is szeretsz mindenkit? Ígyunk már erre. Csirió. Két goldova, rövid nadrágba. Sajnálom mind a kettőt. Ez nincs meg, testvérem. Figyelj, mutatok neked egy másik képet, hát ha ott majd jobb leszek. Zenei pálya, helyi arcok. Köszönjük. Ismered őket? Mi ez? Mit jelent? Mi a baj velük? Mesélj. Veracruz zenekar. Hol? Balkánban? Veracruz zenekar. Ha ők játszanak, akkor megtelik minden kalocsai hely. Tudom, mi a baj? Az, hogy szemét van a buli után, mi? Jó, hát a Tibi egy kicsit le kell dolgozni. Viszont jó énekel. Szemetet kell szedni a buli után. Zsuzsa, férj és feleség. Igen, Pegokám. Testvérem. Figyelj. A sör mi? A sör felbefög. A sörről jut eszembe. Van itt még egy videó. Nézd csak ezt a videót, testvérem. Ja, nem az a Krista összes kalocsai furta királynője, aki más a hang. A vendége, nagyon jó ismeret, Rostas Pogó Zsolti. Mindent tudok. Most lesz jó. Csak így tömören, röviden. Szerintem egy ilyen sztori újságnak bőven megfelelne, tehát mindenkiről tud mindent, minden eseményt tudja, hogy mikor és hol van. Mennyire érted a nyelvét? Hány százalékban vagy Pegó tolmács? Olyan 80. Kézi meccsekre szokott veletek menni? Minden meccsre jön, tehát ha a hazai meccs van, ugye akkor türüli föl a pályát, amúgy meg ha idegenbe megyünk, akkor meg szurkolni jön velünk. És a kocsmákba? Mit szokott inni a Pegó? Most hello. Hát régebben sörti volt, aztán kis orvosi problémája volt, tehát hogyha nálam van, akkor csak almarét iszik, vagy kávét. Ezt most a nyilvánosság előtt mondod, hogy ez így van, vagy ez valójában így ez van? Ez valójában így van, legalábbis nálam. Tehát vigyázok az egészségére, mert egy jó fejsrác. Kaják? Kézilabdás kaják, ha megjelenik? Azt mondta a Szent Tibi, hogy nem válogat. Szerintem mindig tudja, hogy mikor, hol, milyen kacsi van, tehát erőszeretettel, tehát vendég minden. Megérzi, hogy hol van rendezvény. Szerintem a szaglás az nagyon jó, te gondolnak. Kösz. Szívesen. Azt mondja Krista, hogy jó az orrod. Mindenhol tudod, hogy hol van a kaja. Foci, kézi,
Neszár, Tóni bácsi. Mi a kedvenc kaját, Pegó? Pörkölt? Pacalpörkölt? Szeleted pacalpörkölt? Jó, Pegó. Meg is jött az étvágyam. Mindent rá kell adni. Erőset szereted? Erős. Birka pörkölt, Kacska Józsitó. Fölszeretem, halászlé. Halászlevet is szeretem. Dunai halászlé. Nem jut eszedbe? Majd lefordítom, mondhatsz bármi. Pizza. Hátul. Hátul, ahol föl a pacal. Az a lényeg, mindent szeret, csak jó legyen megfőzve. Igazad van. Kézilabda után is szeretsz enni. Előtte is. Csapott sör. Figyelj, figyelj, kérdés. Nem ez? Nem ez. Sör, figyelj. Sör vagy kaja? Melyik? Sör. Kaja ráérhet. Nincs kaja, úgyhogy sör van. Nem hízlal annyira. Na, nem. Mitől hánynál? A kecskétől hánysz? Kicsit büdös. De mi van? Megakadt a kép. Itt nem akadt meg. Lehet, hogy megakadt a kép, a testvérem. Egészség. Úzad, ott van. Jó. Jó lesz. Figyelj, barátom. Kedves Pegó. Egy órája. Több mint egy órája beszélgetünk igazából minden jó dologról. Azt gondolom, hogy ettől jobb jubileumi adás nem lehetne. 25. adás, hogy veled beszélgethetek, és mutathatok az embereknek olyan dolgokat az életedből, amit lehet, hogy nem tudtak, mert te mindenkinek köszönsz, mindenkit ismersz a városba, de nem minden ember ért. Én se vagyok nagyon jó belőled. Azt mondom, hogy 40. Próbálkozom. Lehet, hogy az 50. adásra is elhívlak, és akkor már jobb leszek belőled 50-re. 50-re. Születésnapodra elhívsz majd engem. Nagyon jó. Karácsonykor a születésnapod december 25-én. És hát, hogyha bárkinek bármilyen kérdése lenne még, akkor az jó lenne, mert biztosan tudnánk rá válaszolni. Igazából nem tudom, hogy megakadt az adás. Ha megakadt, akkor pótolni fogom. Bocs, gyerekek. Írjátok már meg, legyetek szívesek, hogy megakadt az adás. Az tényleg fontos lenne, mert szeretnénk szerintem elbúcsúzni. Az egy órás adás az pont jó lenne. Egy jó kis üzenetet írjatok már, legyetek szívesek, hogy látjátok esetleg a végét. Az nagyon megköszönnénk. Addig meg lehet, hogy még van valami a tarsolyban, valami kép. Nem, nincs. Pegó, tudod mit? Zárjuk az adást stílusosan. Én megköszönöm neked, hogy eljöttél. Remélem még több barátod lesz, de mindenki, szerintem már neked mindenki barátod, meg mindenki szeret. Remélem majd egyszer rendben az adást, köszönöm az üzenetet a Hartmanjaitól. Remélem egyszer majd engem is ennyien fognak szeretni, meg ennyien fognak ismerni, mint téged, és ilyen jó szívvel fognak rám gondolni. Én ezt szeretném tőled megtanulni. Gondolom az egyik dolog az, hogy mindenkinek köszönjek. A másik dolog az, hogy rendszeresen és keményen dolgozzak, és attól függetlenül, hogy honnan jöttem, attól függetlenül ugyanolyan
szeretettel és boldogsággal viszonyuljak az emberekhez. Most te jössz. Búcsúzzál a nézőktől, légy szíves. Vége. Mondjál te is néhány szót. Nem ismerem. Jaj, gondolom, mindegy, teljesen mindegy, ne személyeskedjünk. Ugye pozitív, legyen a vége pozitív. Két gondolat. Jól van, testvérem, fejezzük be. Én direkt nem marháskodtam el ezt az utolsó gondolatot. Mindenki úgy nézi, úgy érti, ahogy gondolja. Nem is akarok még egy fél mondattal se segíteni, vagy hogy én hogy értem. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a műsort. Nagyon köszönöm, hogy a 25. adáson pénz nem lesz. 25. adásig is követtetek engem, és követtetek a vendégeimet. Remélem, hogy lesz többszörösen 25. adás, 50-75, és külön Pegónak nagyon köszönöm, hogy eljött, és hogy miatta is ennyien néztétek. Én azt gondolom, hogy tudok tőle tanulni. És ezzel a gondolattal szeretném zárni a mai estét. Köszönöm, hogy néztétek. Jó éjszakát kívánok nektek, ha van egy kis időtök arra, hogy a megosztás gombra rálőjetek, és megosztátok ezt a videót, azt nagyon megköszönném. Legyen szép az estétek. Sziasztok. Sziasztok. Ciao.